színpadon tehát a Vadalmák, Citera zenekar és népi énekcsoport. A Budapest 17. kerületi Rákoskeresztúri Bartók Béla alapfokú művészeti iskolában 2008 óta lehet népzenei tanulmányokat folytatni. A népzene tanszakot Leskó Dali Tercia alapította. Itt bujkál mögöttem. Igen, ő. A gyerekek a citera, népi vonós, népi ének, népi fúvos és néptánc tanszakok között választhatnak. Hála Istennek szép számmal teszik ezt. Egyre nagyobb érdeklődést mutatnak mind a gyerekek, mind a szülők a népzene, a népi hagyományok ápolása iránt. Tanszakokon 2009-ben alapították meg a Vadalmák Citera zenekart és énekcsoportot, amelybe ma mintegy 40 gyermek tartozik. A Vadalmák nevet azért kapták, mert tanáruk szerint mindig úgy mosolyognak, vigyorognak, mint a vadalmák. Reméljük, így lesz ez a ma estén is. Számos fesztiválon, határon, innen és túl versenyen szerepeltek kitűnő eredménnyel, több országos népzenei versenyen szereztek kiemelt arany minősítést. A zene szeretete mellett fontosnak tartják saját kultúrájuk, hagyományaik megőrzését. Kevés kerület van ugyanis Budapestnek, amely elmondhatja magáról, van saját gyűjtése. Rákoskeresztúr ezen kevesek közé tartozik. Bartók Béla, amikor Rákoskeresztúron élt mintegy 10 évet, 1915. januárjában gyűjtött itt népdalokat. Nagyon fontosak a csoportnak ezek a dalok, ezek megőrzése, továbbadása, hiszen ahogy Kodály Zoltán is mondja, mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal. Ennek jegyében tehát fogadják szeretettel a vadalmákat, sok szeretettel, színpadon tehát, népi kultúránk, a vadalmák. Süsenek rétes szegény regülőknek, haj regő rajta, azt is megadhatja, az a nagy Úristen, adjon az Úristen ennek a gazdának. Két kis malacot, egyik robogja fusson, a másikba kifusson, harmadikba is fusson, haj regő rajta, azt is megadhatja, az a nagy Úristen, adjon az Úristen ennek a gazdának. Négy szép ökröt, melléje egy méret, csirgő-csörgő szekeret, aranyos ostor nyelet. Hajregő rajta, azt is megadhatja, az a nagy Úristen, adjon az Úristen ennek a gazdának. Két röfolbász, kocsi derék szalonnát, egy talencsét, melléje szerencsét. Hajregő rajta, azt is megadhatja, az a nagy Úristen. Széken ül a gazda, pénzét olvasgatja, fele a gazdáé, fele regülőké. Hajregő rajta, azt is megadhatja, az a nagy Úristen. Adjon az Úristen bort, búzát, békességet! Boldog ünnepeket kívánunk! Szép jó estét kívánunk mindenkinek ezen a szép adventi szombati napon. Egy Somogy megyei regüléssel kezdtek a fiúk, és igyekeztünk úgy összeállítani a műsorunkat, hogy az egész magyar nyelvterületet bejárva mindenhonnan adjunk egy kis ízelítőt a különféle karácsonyi szokásokból, karácsonyi kántákból, dallamokból. Úgyhogy most Somogy megye után lefele vesszük az irányt, és vajdasági karácsonyi kánták következnek. Thank you.
Most a vajdasági dalok után elindulunk Erdély fele, és egy buzai mezőségi karácsonyi kántát fognak a lányok énekelni, és ehhez majd csatlakozik egy mindenki által közismert karácsonyi ének, akinek van kedve, nyugodtan becsatlakozhat.
köszönjük szépen. Azért vallja be mindenki, hogy én nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen kis angyali kórusom van, nem? Tehát így könnyű ilyen, így felkészülni lélekben a karácsonyra, hogyha ilyen kis angyalkák énekelnek körülöttem. Maradunk Erdélyben, most még kijebb megyünk, gyimesi kánták fognak következni. Thank you.
Most egy kicsit följebb megyünk, és a bukovinai székelyeknek van egy nagyon szép Mária ének egy imádság, amit Murányi Márta, Murányi Borbála és Józsa Klára fog elénekelni nekünk. Köszönjük szépen! Na most a nagyon messziről egészen közel fogunk utazni, Galga mentére. Turai és Galga hévízi kántálók következnek. Galga mentének az érdekessége, hogy Hajdanában, Danában, amikor még nem Rákos mente volt ennek a kerületnek a neve, hanem Rákos Keresztúr és Rákos Csaba, mint falu, akkor néprajzilag mi is a Galga mentéhez, illetve a Gödöllői járáshoz tartoztunk, úgyhogy tulajdonképpen most olyan karácsonyi kántákat fogunk énekelni, ami valamilyen szinten a sajátunk.
ennyit az angyali karról, a technika se fog ki rajtunk. Most pedig szintén visszatérünk mezőségre, és magyar szlováti kánták következnek. Thank you.
áldja meg az Isten a háznak gazdáját, kedves gazdasszonyát és minden családját. Boldog karácsonyt!